A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségeiről tartottak tájékoztató fórumot a Városházán, ahova civil szervezeteket, egyesületeket vártak. A fórumon elhangzott, hogy a határidők hamarosan lejárnak, de még mindig érdemes pályázni. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velem! Több mint 61 ezer magyarországi civil szervezet idén közel 6 milliárd forintos keretösszegre nyújthat be pályázatokat. Ez az elmúlt 5 év alatt 75%-os növekedést jelent. A miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a fórumon kiemelte, a NEA összevont pályázataira február 21-ig jelentkezhetnek a szervezetek, az idei évben bevezetett egyszerűsített pályázatokra február 25-e és március 19-e között lehet pályázni. Ugye a NEA-n belül gyakorlatilag bármire lehet pályázni, tehát sporttevékenységtől, kultúrán keresztül, szociális tevékenységen át, egyházi vonatkozású civil szervezetek, tehát bármit meg lehet pályázni, bármire lehet pályázni. A lényeg az az, hogy a pályázat, tehát jó pályázat legyen, ne egy ilyen szedetvedett, felfrissített anyag, hanem értékes, értékteremtő, közösségteremtő pályázat legyen. Azokat szeretnénk támogatni, azokat látjuk a leginkább támogathatónak. Milyen összegről van szó, és egyébként országos szinten hány civil szervezetet, egyesületet érint ez? Hát minden civil szervezetet érint, tehát a klasszikus civil szervezeteket, tehát alapítvány, egyesület, ezek ugye Magyarországon összesen olyan 61 ezer, 62 ezer van, mindenki pályázhat, tehát senki elől nincsen elzárva a pályázati út, ez nagyon fontos. Azok, tehát úgy értendő mindez, hogy van egy néhány megkötés, ami azért kell hozzá. Tehát például a NEA pályázatain, hogyha az ember vissza nem térítendő támogatást szeretne kapni, akkor 50 millió forintos a korlát, ami egy éves bevételt illet. Tehát hogyha a fölött van egy éves bevétel, akkor nem tud a NEA összevont pályázaton indulni. Ez is lehet egyébként egy oka annak, hogy sokan nem tudnak pályázni. Ez kétségtelen, viszont az alap az úgy van kitalálva, hogy ne feltétlenül a nagy, klasszikusan nagy civil szervezetek hívják le a támogatások legnagyobb részét, hanem a kis helyi szervezetek is tudjanak ilyen támogatásokhoz jutni. És 6 milliárd forint egyébként összességében, amit mi szétosztunk nagyjából. Van egyszerűsített és összesített pályázati lehetőség. Mit jelent ez, mit akar pontosan? Az összesített az azt jelenti, hogy a működési és a szakmai pályázatot azt egyszerre lehet benyújtani, ez egy könnyebbség a civil szervezeteknek, tehát nem kell külön működési pályázatot, nem kell külön szakmai pályázatot benyújtani. Viszont mindenképpen, ha az ember leginkább szakmai támogatást szeretne, valamit azért kell a működési tételekre is pályázni, de ez lehet nagyon kevés is. Az ember alapvetően szakmai munkát szeretne csinálni, tehát mint egy kulturális rendezvény, stb. A szakmai munkának minősül, akkor arra lehet leginkább ugye beírni a támogatási kérelmet, de valami működési jellegű kérelmet is be kell írni, irodaköltség, stb. A másik, amire lehet pályázni, az egyszerűsített pályázat, az pedig ugye egy összegben 200 000 forint, egy olyan helyi regionális szervezetnek, amelyiknek nincsen több bevétel, mint 5 millió forint, és az elmúlt két évre visszamenően rendelkezik számviteli beszámolóval, mérleggel, tehát rendben vannak a pénzügyei, ők tudnak ezekre az összegekre pályázni, de itt gyakorlatilag azt kell mondani, hogy itt az a bírálati rendszer, ami egyébként létezik, az szinte nem is létezik, olyan kicsi az összeg, hogy ezt a civil szervezetek gyakorlatilag mindenféle bírálat nélkül meg tudják kapni. Honnan tájékozódhatnak a lehetőségekről a civil szervezetek? Hát ugye a civil információs portált ajánlom mindenképpen, ami egy fontos tájékozódási pont, és ezen túlmenően ugye a Bethlen Gábor alap írta ki pályázatokat, tehát ott a pályázatokat el kell olvasni, ez egy eléggé, és mondjam, macerás dolog, de nem tudjuk megkímélni ettől a civil szervezeteket. Tehát hosszú a pályázati leírás, ezeket el kell olvasni, és abból mindenki szerintem nagyjából minden kérdésre megkapja a választ. Így a kisebb szervezetek mindenféle bírálat nélkül 200 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Gonda Emma a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságának egyesületi titkára elmondta, a támogatásokból a szervezet kézművesei, szakkörvezetői megyei iskolákban, óvodákban tudnak programokat megvalósítani, nem csak helyi, de regionális szinten is.
A mi szervezetünk a MART Egyesület, ez egy népművészeket és képzőművészeket, kézműveseket összesítő egyesület, megyei hatókörű, de bizonyos feladatellátásokat a régióban is végzünk. 20 körüli aktív tagunk van, persze ennél egy-két taggal van többünk, ők népi kézművesek, kézművesek, szakkörvezetők, és elég sok a megyében végzett iskolai és óvodai programot bonyolítunk velük. Az előző évben igazándiból nagy pályázatokkal voltunk sikeresek. Ugye a tavalyi évben megnyílt a Csóri pályázat a tárgyalkotó népművészek, kézművesek előtt is, és ez az egyesületünk sikeresen pályázott a megyét érintő és Székesfehérvárt érintő iskolai és óvodai programokra, illetve műhelyeknek a látogatására és támogatására. Valamint említettem a régiós tevékenységünket, a Hagyományok Házával kötöttünk egy szerződést, amely szerint most már 2 éve, 17-ben és 18-ban is elláttunk Komárom, Esztergom, Veszprém és Fejér megyében régiós összefogó feladatokat. Emellett természetesen nagyon fontosak a helyi pályázatok, az, hogy az egyesület egyáltalán működőképes legyen, és a mindennapi tevékenységét tudja folytatni, ahhoz nagyon fontosak a székesfehérvári pályázatok is. A NEA támogatási forrás a kisebb szervezeteknek is segítséget nyújt, hangsúlyozta köszöntőjében Zugor Zsuzsanna, a Fejér megyei Civil Információs Centrum szakmai vezetője. A civil információs centrumokat jogszabályi kötelezettség hozta létre. 2010 óta működnek, 11 óta az EHO Innovációs Műhely Fejér megyében nyerte meg a Civil Információs Centrum címbirtokosi címet, azóta mi látjuk el a feladatot. Ugye 2010-11 óta nagyon sok jogszabályi változás történt, aminek a civil szervezeteknek meg kellett felelni, gazdasági környezet megváltozott, a beszámoló kötelezettségek. Ezek mind-mind olyan változások, amiket folyamatosan kellett a szervezeteknek átadnunk, felkészíteni őket a változásokra. Minden évben tartottunk a bírósággal, könyvvizsgálóval, olyan könyvvizsgálóval, aki non-profit szervezetek területén szakértelemmel rendelkezik fórumot, hogy az új szabályokra a május 31-i beszámoló kötelezettségeknek eleget tudjanak tenni. A mai rendezvény kifejezetten a pályázat és a forrás teremtési változásokra hívja fel a szervezetek figyelmét, ugyanis megváltozott a NEA támogatási rendszer, két részre oszlott, van az egyszerűsített és az összetett támogatás. Összetett támogatásra kvázi a nagy szervezetek, a közepes nagy szervezetek pályázhatnak, az egyszerűsített támogatásra viszont a kicsi szervezetek, amelyiknek a működési költsége az 5 millió forintot nem haladja meg. Ugye mindig a 2 éve lezárt mérlegét veszük alapul, az alapján tudják meghatározni, hogy szervezetek jogosultak-e a pályázatra, vagy nem. A minisztérium, miniszterelnökségtől jönnek előadók, ők fogják bemutatni, hogy hogyan változott a pályázati rendszer. A Fejér megyei Civil Információs Centrum egyébként milyen más módokon segíti a civil szervezeteket? Ugye mi a Móricz Zsigmond 14 szám alatt tartunk tanácsadó szolgáltatást, ott működik az információs iroda, meg a civil központban a Ránkóczi út 25 szám alatt a nagyobb rendezvényekre, a pályázati tájékoztató fórumokra. Nagyon sok olyan kisebb rendezvényt tartunk, ami a szervezeteknek a napi működését segíti. Múlt héten Sárbagárdon volt egy tájékoztató fórumunk, a héten még 14-én szintén lesz egy. Ugye most az összevont pályázatokra hívjuk fel a figyelmet. Február 22-e után lehet pályázni az egyszerűsített pályázatra. Ott arra kell figyelni nagyon a szervezeteknek, hogy ott kimerülésig megy a keret, tehát ami beérkezik, automatikus támogatást megkapja, hogyha megfelel a formai kritériumoknak. 2018-ban Székesfehérváron 238 szervezet részesült több mint 326 millió forintos önkormányzati támogatásban. Cserpakovics András polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetés elfogadása után lehetőségük lesz a szervezeteknek a kiírt pályázatokon indulni. Azonban érdemes az állami támogatást is igénybe venni. Két számot érdemes elmondanunk. 238 szervezet részesült 2018-ban önkormányzati támogatásban, és jóval több mint 326 millió forint volt az a támogatás, amit ezeknek a civil szervezeteknek az önkormányzat biztosított. Ez azt jelzi, hogy szerencsére sok és nagyon aktív civil szervezet működik a városban. Még azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tevékenységként közösségépítést végez a város életébe,
ez szociális területen, környezetvédelmi, hagyományápolási, sport, egészségügy területen egyaránt működnek ilyen szervezetek, és biztatok mindenkit arra, hogy idén is a költségvetés elfogadása után, ami pénteken reményeim szerint megtörténik, kiírt pályázatokon induljanak el, de szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy vannak állami pályázatok is, és államtitkár úr olyan számokat mutatott nekem, amiből világos is látszik, hogy a Fehérvár és Fehérmegyei civil szervezetek kevesebbet pályáznak, mint amit pályázhatnának. Magyarul több a rendelkezésre álló pályázati lehetőség és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi forrás, mint amit ezek a civil szervezetek igénybe vesznek, miközben többet is igénybe vehetnének. Úgyhogy nekem az lesz a kérésem itt a konferencia résztvevőitől, és ezért nagyon jó, hogy ez a tájékoztató most megtörténik, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen nagyon sok olyan forrás van, amit ide tudnak a civil szervezetek hozni Fehérvárra, de csak ők tudják idehozni. Tehát az önkormányzatok nem férnek hozzá ezekhez a forrásokhoz, mi nem tudjuk pályázni, és nem tudjuk idehozni ezeket a támogatásokat ezekre a közösségfejlesztési célokra, viszont a civil szervezeteknek erre van lehetőségük. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy lehetőség van egy ilyen tájékoztató fórumon eljuttatni az információt ehhez a több száz civil szervezethez, hogy nekik ez egy lehetőség, és arra kérem őket, biztatom őket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Az idei költségvetésben milyen összeggel számolhatnak, ami erre fordítható? Az induló költségvetési javaslat, amit benyújtottunk, az ugyanezzel a jóval több mint 300 millió forinttal számol, tehát rendelkezésre állnak 2019-ben is azok a források, amelyek az előző esztendőkben pályázati alapokban, képviselői, polgármesteri keretekben egyébként rendelkezésre álltak. Úgyhogy természetesen arra is biztatunk majd minden civil szervezetet, hogy most pályázzanak az állami pályázatokra, és utána pár hét múlva megjelennek az első idei önkormányzati pályázatok, amiket ő nekik szánuk, az ő céljaik segítésére, támogatására biztosítja az önkormányzat. Részben közvetlen tájékoztatások is lesznek, részben a város honlapján, a helyi médián keresztül a felhívások elérhetők lesznek. A fórumon a résztvevők emellett információkat hallhattak a jogszabályi változásokról, de statisztikákról és gyakorlati tudnivalókról is tájékozódhattak. A Fejér megyei Civil Információs Centrum legközelebb február 14-én tart gyakorlati tájékoztatót, ahol a szervezetek megismerhetik a sikeres pályázat készítéssel kapcsolatos tudnivalókat, és kérdéseiket is feltehetik a szervezőknek. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, ez volt az Esti Mérleg, viszontlátásra!